Tavaly ősszel ünnepelte alapításának 175. évfordulóját a Carceis cég, amely 1992-ben települt Máté-szalkára. Ez az egyik legnagyobb ipari vállalkozás a városban. A csaknem 80 hektáros ipari parkban jelenleg több mint 40 vállalkozás működik, de folyamatos az érdeklődés. Ezért most újabb 2,7 hektárral bővítik a területet ismét több mint 2,7 hektárt birtokba vettünk, tulajdonba vettünk a képviselőtestület döntésével a ipari park bővítésének a területén. Ugye többször említettük már, hogy Máté Szalkán úgy pörög a gazdaság, hogy nekünk előre kell menekülni, és a Közel 100 hektár mellé további 67 hektárnak a bővítéséről döntött a képviselőtestület. Folyamatosan vannak olyan tárgyalások, ami megerősít nap mint nap abban, hogy nagyon jó úton járunk. Éppen ezért hálás vagyok azoknak az eladóknak, akikkel sikerül egyes, egyességet kötni és adásvételi szerződésben birtokba venni ezeket a területeket. Most éppen egy erdőt, azért mert e, itt lesz a majdani ipari park, a pályázatot beadtuk rá, és Máti Szalkának, úgy van szüksége ezekre az ipari területekre, mint a falat kenyér, és természetesen törvény alapján mi ezt ki is sajátíthatjuk, de az lényegesen több sérülés, vita és hosszú idő, energia és pénz. Úgyhogy az a legjobb, hogyha jó egyességeket kötünk mindenkinek, illetve a máté a legnagyobb hasznára. Több mint 1700 lakást fűtenek Máté Szalkán távhővel. Nem csak a fűtést, de a használati melegvizet is biztosítja ezekben az ingatlanokban a cég. A Szalkatáfő kft ügyvezetője Való Valutibor lemondott posztjáról helyre új pályázatot írt ki a közgyűlés. Annak idején Valutibor ügyvezető igazgató aki a Városgazda KFT-t a koronavírus alatt életben tartotta, és nagyon hálásak vagyunk neki ezért. Utána két-három hónap szünet után a Szalkatáfő ügyvezető igazgatói posztját vállalta el kérésemre. Meghatározott időre tulajdonképpen ez most lejárt, úgyhogy el kell, hogy kezdjünk új ügyvezetőigazgató után nézni, és ezt a város képviselő testülete erre a fontos területre, a Máté Szakai Távőszolgáltató KFT ügyvezetőigazgatói székére. Bár jogszabály a polgármestert nem kötelezi, de én mégis úgy gondoltam, hogy a képviselőtestület testület egyetértésével egy nyílt pályázatot írunk ki ugyancsak igazgatói pályázatot írtak ki a képes Gézavárosi könyvtár esetében is, ahol a jelenlegi vezető megbízása októberben lejár. A pályázatokról részletesen lehet tájékozódni Máté Szalka város honlapján.